A vásártéren már bontják a sátrakat, amelyeket másik befogadó központokban állítanak majd fel, a jövő héten pedig miután lekapcsolják róluk a víz- és áramszolgáltatást, elszállítják a konténereket is. A munkálatokban a helyiek mellett részt vesznek a környező települések önkéntes tűzoltói, a kommunális közvállalat közmunkásai, a Vöröskereszt aktivistai és mások, úgyhogy egy hét múlva teljesen felszámolják a befogadó központot a vásártéren. Most már kimerem jelenteni, hogy véglegesen, és nagyon remélem, hogy többet nem kell ezzel foglalkoznunk. Azzal, hogy a jövő héttől kezdve már elkezdjük a revitalizációt ezen a területen, és hát most már merem jelenteni Kanizsa lakosságának, hogy a vásár újból megindulhat. Az önkéntes tűzoltók júniusban kapcsolódtak be a menekült helyzet rendezésébe, akkor Magyar Kanizsa főterét és a migránsok által leginkább használt közterületeket kezdték el fertőtleníteni, később azonban újabb és újabb feladatokat kaptak. Még vagy 55-ször voltunk aktivizálva, különféle munkákon, sátorállításon, kamionok kipakolásában, őrségen, tehát a körülbelül 100 alkalommal vettünk részt ezekben a segítségekben, ami itt a, a menekültáborban történtek. Az ideiglenes befogadó központon az elmúlt hónapokban mintegy 150 ezer menekült haladt át, az utóbbi hetekben azonban már teljesen kiürült. Működése idején a Magyar Kanizsai Központ kiemelkedő osztályzatot kapott a szerbiai illetékesektől.